kik hozzák el a tavaszt. Tudok egy titkot, amit csak nektek mondok el. Hogy mit tudok? Hát a tavasz titkát. Ő súgta meg nekem. Egy késő februári délutánon, mikor hazafelé bandukoltam, lágy szellővel fújt a fülembe. Tudod-e, hogy kik hozzák meg a jó időt? Kérdezte tőlem nevetve. A jó időt? Hát az nem csak úgy jön, magától. Feleltem meglepetten. A téli hótakaró nem olvad el csak úgy. A fagyos szél sem libben tova szó nélkül. Az első virágok nem nyílnak ki, és a napsugarai sem sütnek erősebben, csak mert úgy tartja kedvük. Gondolkodtam, töprengtem, de nem tudtam megfejteni ezt a fogós kérdést. Ha a téli hótakaró nem olvad el csak úgy, és a fagyos szél sem libben tova szó nélkül, ha az első virágok nem nyílnak, és a napsugarai sem sütnek erősebben, csak mert úgy tartja kedvük, akkor kik hozzák meg a jó időt? Kérdeztem tanácstalanul. Tetszett a tavasznak, hogy ilyen nehezet tudott tőlem kérdezni. De végül elárulta a titkot. Kik? Hát a tavasz tündérek. Pilleszárnyon csendben ide lopóznak. Előzik a téli hótakarót és a fagyos szelet, hogy a tavasz teljes pompájában érkezhessen meg. De nem ám csak úgy röpködnek össze-vissza. Itt minden tündér tudja, hogy mi a dolga. Az aranyhajú napfénytündérek megkérik a napot, hogy süssön erősebben. A nap sugarai csak úgy csillognak aranyszín ruháikon. Az égkék szellőtündérek elkergetik a fagyos szelet, ami helyében langyos fuvallat érkezik. Kék, hosszú selyem ruhájukat táncba viszi a játékos szél. A tarka virágtündérek alkut kötnek a hótakaróval, így az csak jövő télen fedi be újra a tájat. Ruháikat a tavasz első virágaiból készítik. A fák és bokrok barna hajú tündérei felélesztik a természetet. Rügyet fakasztanak a fák ágain, és virágba borítják a mezőket. Ők hozzák el nektek a tavaszt. Ha csendben lépkedtek kint a természetben, talán ti is meghallhatjátok, ahogy pilleszárnyon repkedve búcsúztatják a téli hótakarót és a fagyos szelet.